A magyar férfi kézilabda válogatott selejtező csoportjából másodikként kijutott a 2011-es dániai Európa-bajnokságra. Mocsai Lajos legénysége ezt már a lettországi X-el kiharcolta, így Szegeden a már kísérleti fiatalokkal teletűzdelt csapat kikaphatott egy góllal a szlovákoktól. Az eredmény értékelésére kérjük a szövetségi kapitányt a telefonnál, ha minden igaz, már is itt van Mocsai mester. Halló, jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt kívánok, mester! Mennyire bosszantott fel téged, vagy felbosszantott egyáltalán ez a szlovákok elleni vereség? Hát minden nemű vereség alapvetően nem kellemes, de összességében egy olyan helyzetben voltunk, ahol félig meddig kényszerhelyzetben ez a vírusos fertőzés miatt, másrészt pedig 4-6 kezdő játékosunkat nélkülözve kíváncsi voltam, hogy egy nagyon erős szlovák csapat ellen mit tudnak a fiatalok tét helyzetben produkálni, hiszen erre eddig nem nagyon volt lehetőségem, és most ezt kihasználtam. Úgyhogy persze, hogy bosszantott, de szegedi közönség rendkívül jól vette úgymond alapot, és végig támogatott bennünket, óriási csatát játszott. No, de hát akkor, ha már így alakult, akkor ezek alapján, ezekkel az új fiúkkal, akikkel kísérletezhettél, ezekkel a fiatalokkal, mennyire voltál és lehettél elégedett ez az egy meccs alapján? Hát ez az egy meccs is, meg a többi részlet már, amit kaptak, úgy lassan összeáll a kép róluk. Én azt gondolom, hogy továbbra is az a probléma, ami a világ élvonalához való kapcsolódását jelenti, az a válogatottoknak az egy nagyon szűk rétegre épül, hiszen azt kell mondanom, hogy a 29 éves korosztály alatt van 3-4 olyan ember, aki nemzetközi teljesítményre képes, és azt veszik alapul, hogy a kézilabda válogatott abban a 6 csapatba kerül, amely az elmúlt 3,5 évben minden világversenyre kijutott az egész világ kézilabda sportjából. A keresztvéve alapul ugyanazok az emberek köré építjük a csapatot továbbra is, egy 30 éven fölüli mag, egy 29 év körüli mag, és keressük a tehetséges embereket, mint Lékai, Nagy Kornél, és mondhatnék néhány nevet. Akkor koránt sem zárható ki az, hogy a mostani kulcsembereid és a mostani mag az, hogy úgy mondjam, igen-igen sokáig aktív kell, hogy maradjon, hogy majd bevárhassa az új ígéretes generációkat. Ez olyannyira precíz meghatározás, hogy úgy állapodtunk meg, hogy a 30 éven fölüliek közül Nagy Lászlótól kezdve Jí és Ferencig, talán Tamás fiamat is ők szeretnék végigcsinálni a Riói olimpiáig, tehát hogy ez a hosszú távú munka megmaradhasson, igen. Ez neked szakvezetőként, trénerként milyen speciális feladatokat, felkészítést igényel majd? Egyrészt az, hogy nagyon fiatalok, fiatalabbak és egy rutinos társaság lélektanilag, másrészt meg azért ennek vannak fizikai részei is. Pontosan, hát az első dolog az, hogy nagyon patika mérlegszerűen differenciáltan kell dolgozni. Egy ilyen nagy korkülönbséggel lévő, fölépülő csapatnál nem lehet nyilván sem a képességfejlesztő munkát, sem a stratégiai munkát azonos mértékben fejleszteni. Lesz egy egyéni fejlesztési programja a csapatnak lebontva, aztán lesz egy olyan, amely együtt közösen a stratégiai tervünket szolgálja, és plusz kapnak olyan képességfejlesztő differenciált feladatokat, amely mindenkire egyénre lehet szabva. Valóban így van, ezt a csapatot már így generálisan nem szétbontva nem lehet edzeni. Lajos, azt mondnak, hogyha egy jó tündér most kell teljesíteni egy kívánság alatt, és egy kész világklasszist adna neked, akkor milyen posztra kérnéd? Hát ez nagyon nehéz, mert az ember nem szeretne senki olyat megsérteni, aki a csapatban van, és ezt nem szeretném. Én elég szeretem ezt a csapatot. Itt több emberről van szó, nyilván alternatívaként lehet igénybe, tehát antropometriába eltéréseket. Tehát azt gondolom, hogy szélső poszton lehet egy-egy világklasszis játékos még, aki hozzákapcsolódhatna a csapathoz. Egy Kozma Marian-szerű 2 méteren fölüli 120-130 kilós beálló játékos elképzelhető lenne. Lövősort lehetne, egy irányító lövősort, amely nagyon tehetséges, egy testsúly kilogrammal, egy fejjel magasabb játékosokkal fejleszteni, úgyhogy ezek lennének azt hiszem a legfontosabb területek. Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és akkor most egy kis, illetve viszonylag alapos pihenés jöjjön. Gratulálok nektek a kijutáshoz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, szervusztok. Szervusz.